Szervusz, Marikám, én vagyok az. Mi? Hogy hol vagyok az? Bent a szobában, az ablakban, a függöny mögött vagyok az. De mivel odakint olyan minden, mint a papa mindig, hogy agyorra el van ázva, én úgy voltam vele, hogy ebbe a nyírkos, nyálkás, taknyos, ködös időbe én a két hideg padról beköltöztem melegebb éghajlatra. Hát, az ablakban, a függöny mögé leskelődni. Az unokám, a Laci azt mondta, hogy no mama, térfigyelő kamerából rejtett kamera lettél, de nem értem, hogy mit akart ezzel mondani. Mondjuk nem is érdekel, Marika, mert én most olyan ideges vagyok, mint te mindig, amikor szaladsz a toll felvásárló autó után, azt az nem áll meg neked soha. Hát, mi? Hogy te is ideges vagy? Hát akkor van egy jó ötletem, Marika, mivel te is ideges vagy, meg én is ideges vagyok, így gyere át hozzám idegeskedni, azt idegeskedjünk együtt ketten. Hát, mert hogy ketten együtt dupla annyit tudunk idegeskedni, azt akkor fele annyi idő alatt végzünk az idegeskedéssel. De amíg átgyűsz előtt elmesélem, hogy tudod, én egy jó pár éves siratóasszon vagyok. Hát mondjuk lehet, hogy páratlan éve is. Az nagy tisztesség, Marikám, mert hogy a siratóasszon, az a kántornak a vokalistája. Tudod? Hát, mi vagyunk a felkendős X-faktorok. Nosztam múltkor a siratóasszon kollégákkal úgy voltunk, hogy összegyűjtünk az icánál gyakorolni a hétvégi haknikra, azt nem megjelent az a mocsok gizite. Egyből kedvesen köszöntem is neki, hogy minek gyűjtél te ide, te gizi? Mi? Minek? Hát nem megmondták még 2020-ban, hogy maradj otthon? Hát nem igaz, hogy olyan hülye vagy, hogy 2 év alatt se tudtad ezt megtanulni? Azt mondja, azért gyűjtem Pannikám, mert hogy én is siratóasszony akarok lenni. Mondom, tudod, hol lesz te siratóasszony, te gizi? Hónap közepén a boltban, a kenyér fölött, amikor sírtod a nyugdíjadot, ott. No, azt hiába, Marikám, mert csak oda ette a fene a templomba, az egyik haknira, hétvégén. Azt tudod, én úgy voltam vele, hogy megmutatom neki, hogy hogy csinálják a profik, úgyhogy a kántor még bele se kezdett a sirató énekbe, mikor én már szólókarrierbe kezdtem, hogy jaj, szentségeség, mi vetted el? De Marikám, olyan hangerővel nyomtam, hogy ez a mocsok gizi kétoldali hangnyomást kapott, de hiába, mert hogy elkezdett kekeckedni, hogy hát azért vett el, mert hogy szereti. Mondom, ha szeretné, akkor nem vette volna el. Jaj, mely vetted el? De ez tovább kötözkölődzött, hogy hát mondom, azért vett el, mert hogy szereti. Meg hát azért, mert hogy terhes. Megesett, bekapta a legyet. Hű, Marikám, egyből esett volna az állam, csak az volt a szerencsém, hogy be volt ragasztva a fogsor, mert hogy reggel beragasztottam, hogy jobban tudjak énekelni, azt mivel így be volt ragasztva a fogsor, az megtartotta az államot, azt így nem tudott leesni. Mondom, terhes? A Géza? Nosz, erre ez a mocsok gizi elkezdett ilyetten bámulni, mint te múltkor a gázszámlára, hogy milyen Géza? Hát Jóskának hívják a vőlegét. Akkor meg én kezdtem el ilyetten bámulni, mint múltkor a villanyszámlára, hogy milyen Jóska? Milyen vőlegény? Hát nem a Gézáé van a mise. Azt mondja ez a mocsogizi, hogy nem, most a Jóskáéknak van az esküvőjük. A Gézáé hónap lesz a mise. Na mondom, akkor megint kettőt lapoztam a naptárba. De megoldottam, mert egyből elkezdtem kajabálni, hogy sok boldogságot! Meg hogy éljen az ifjú pár! Te Marikám, hát én csak itthon gyűjtem rá, hogy az, akire azt hittem, hogy bunkom, mert hogy fehér ruhába gyűjt a siratómisire, az a menyasszom volt. De szerencsére nem vette észre senki semmit, meg senki nem lepődött meg a sirató énekemen, mert hogy egyik család se akarta a házasságot, az hiába volt esküvő, mert így mindkét család gyászos hangulatban volt. Na, de az a lényeg, Marikám, hogy gyere át akkor idegeskedni. Jó, azt amíg átész, addig innen az ablakból majd keresek még egy kis idegeskedni valót, hogy estig kitartson. Jó? Na, jó legyél, szevasz, szevasz. Na. Mi, hova szökik a papa? Hát ez nem is a papa a macska. Mindegy, az egy csak lecseszem érte. Béla! Tudom, hogy nem te vagy az, hanem a macska, de hova szöksz már megint a fene a macskos pofádat?